52. nap, tegnapi napon három fősre bővült a kompániánk, Debivel bővült a csapat, ami olyan szempontból hátrányt jelent a számunkra, hogy most nincs elegendő szállítási kapacitásunk, hogy visszamenjünk Maldróba a bázisunkra, pedig a mai napon azt terveztem volna, hogy visszaveszik az irányt az eredeti bázisunkhoz, és ami még ellenünk szól, az az, hogy szakad az eső, úgyhogy nem a legjobb időszak arra, hogy kalandozzunk, mert nem akarom, hogy megfázzon a karakterünk. Viszont így nem is tudunk utazni, hogy nincs elegendő férőhely az autókba. És van még egy hely, amit meg akartam nézni, mert elmegyünk innen. Méghozzá van egy rendőrőrsünk, ahol nem néztünk be a fegyverszobára, és itt közben észrevettem, hogy John Wicknél van egy balta. Gyors kicseréljük a fegyverünket, és szerintem a balta segítségével le tudjuk verni az ajtót. És fogunk valami snacket, azt követően pedig megpróbálunk elmenni a rendőr őrse, és akkor betörjük ezt az ajtót, megnézzük, hogy milyen fegyvereket tudnánk elhozni. Van még valami kaja itt a konyhában egyébként, amit meg tudok enni. Szerintem nagyjából már az összeset megettem kb. Ami van. Van itt egy magyaróvaj, azt én megesszik. Az autóban, amivel jöttünk, ott van még élelmiszer, hogyha itt elfogytunk volna, viszont most úgy néz ki, hogy így jól tápláltak lettünk, és én ezt a baltát felrakom a hátamra, és az autóból nézek valami másik fegyvert magamnak, mert hogyha ezzel a baltával kezdek el zombikat darálni, akkor félek, hogy idő előtt el fog törni, és remélhetőleg Debit és John Wicket addig nem fogják megenni, amíg kimegyünk kalandozni, úgyhogy itt a piros sárgányunkhoz veszik az irányt, és akkor megnézzük, hogy milyen fegyvereink vannak még, mert kell lennie, ugye van még baseball ütőnk, és van még több macsétánk. Mit szólnátok ahhoz, ha most baseball ütőznénk egy kört, nézzük meg milyen állapotban vannak. A legjobbat megfogjuk két kézbe, és akkor elindulunk a rendőr őrs irányába. Nem is tudom, melyik útvonalat kellene megnézni, mindjárt nézzünk egy térképet. Ugye itt eléggé éjszakra van a rendőr őrs. Egyébként lehet, hogy autóval megyek, ha már így esik az eső, mert tényleg meg ne fázzon a karakterünk, úgyhogy szétkapcsoljuk itt a furgont, illetve a piros csodajárgányt, és akkor menjünk autóval, és akkor láthatjátok, az a probléma, hogy két személyes az eredeti járgányunk is, illetve két személyes a fekete furgon is, nem hiszem, hogy hátra be tudna szállni még egy személy, úgyhogy maradunk annál az opciónál, hogy megnézzük a fegyvereket, illetve ha már arra járunk, akkor lehet, hogy nézzünk még egy négy személyes járgány, mi pedig addig is letekerjük az ablakot, hogy tudjunk nézelődni, hogy milyen fenyegetés áll előttünk. Ott például ott van még egy túlélő fegyverrel. Al-Sadir nagyon bepörgött. Be tudom hívni a csapatomba? Tudni megeszik. Hát megpróbálom fedezni szegény, csak közben próbál lövöldözni. Valamiért nincs hangja a lövésének. Egy hatalmas egy hordát hoz magával, ami nem a legszerencsésebb. Szerintem hanyagolom, hadd csinálja ott a dolgát, nem tudom miért bagolt ki a hang, elég érdekes. Minden esetre mi menjünk a másik irányba, mert magára fog húzni csomó zombit. Úgyhogy mi próbálunk észak irányból kerülni. Láthatjátok, hogy a lövések azért elég messzire elhaladszódnak, tehát itt fentről is húzza be a zombikat, tehát nem annyira érdemes lőfegyvert használni, ha csak nem az a célunk, hogy megtakarítsunk egy bizonyos helyet. És akkor nézzük meg ezt a rendőr állomást. Valahogy át tudok-e navigálni a füvön, ugye megnézzük. Még mindig elég sok zombi van, viszont hát, hogyha át tudnánk itt navigálni. Közben szól az ébresztőm, és kapcsoljuk ki. Itt még mindig elég nagy forgalom van, megpróbálok itt körbe menni. Ugye itt van a benzinkút, ezt már lelútoltuk. És legutóbb itt elég nagy csend volt a rendőrőrsnél, hát, hogyha most is szerencsénk lenne. Próbálok közben nézelődni, hogy minden rendben legyen. Ugye ott van a rendőrségi épület. Eljövök ide hátra, itt hát, hogyha nincs nagy zombi forgalom, és akkor itt leállítom a motort. Kicsit nézelődünk. Ahogy nézem, tiszta a terep, úgyhogy kezdjünk el osonkodni befelé. És akkor itt van egy hátsó bejárat is egyébként, ami pont kapóra jöhet. Talán be tudunk úgy menni, hogy nem vesznek minket nagyon észre a zombik. Megpróbálom kinyitni ezt az ajtót. Legutóbb még nyitva volt, kicsit nézzünk beljebb. Ahogy nézem, tiszta a terep. Csukjuk be az ajtót. Gyors benézek, csak hogy nehogy valaki ránk ugorjon. Kint hallok valakit lépkedni. Ez még talán rendben lehet. És akkor itt van ugye a bezárt ajtó, amit bízom benne, hogy igen, le tudok ütni a
a balta segítségével, úgyhogy nem is kalapács segítségével szedem szét, ez még jobb. Még hogy van nálam kalapács. Még szerintem a baltával is le tudtam volna zúzni. Na mindegy, ez is kész. Hogy lezúztuk az ajtót, és akkor nem is fegyver szoba, de van itt fegyver is, ahogy nézem. Nézzük meg ezt a szekrényt, ebbe kellene, hogy tárolják a fegyvereket, és van itt mindenféle jó. És itt vannak ilyen moddó cuccok is, rá se fér a képernyőre, hogy mikre lehet felszerelni ezeket a fegyver kiegészítőket. Van-e valamilyen ruha esetleg, ami érdekes lehet a számunkra? Van itt egy ilyen maszkszerűség, amit tudunk használni, amit fel tudunk venni, és elméletileg véd a karmolás ellen. Tehát, hogyha felvesszük, még terepszín is, így nagyon keményen nézünk most már ki. És nézzük, hogy milyen fegyverek vannak. Itt van itt egy Ruger Mini, van itt egy Remington, szerintem ez egy sörétes puska akarna lenni. És ahogy nézem, ennyi az összes fegyver, viszont van a hátizsákomba férő hely, úgyhogy talán ezt az egészet el tudnám hozni. Mindjárt megnézzük, a fegyverek szerintem több helyet nyomnak. Jó, el tudtunk vinni mindent. Még egyszer átfutjuk itt a szekrényeket, illetve megnézem itt a túloldalat is, hát hogyha van valami érdekesség. Itt van egy pisztolytár az egyik dobozba, illetve van itt egy mellény, amit hogyha felveszünk, akkor elméletileg csökkenti a leterheltségünket, úgyhogy mindjárt fel is vesszük, meg így keményen is nézünk ki, ezt nézzétek. Nem tudok ennél jobban ráközelíteni, tehát van ilyen mellényünk, amiben tudunk még pakolászni dolgokat, és alapvetően nem nyom súlyt, hogyha minden igaz. Legalábbis nem olyan nagy mértékben, mindjárt megnézzük. Leterheltség csökkentő 90-nel, úgyhogy ebbe is tudunk pakolgatni dolgokat, majd rakok bele egy taktikai konzervet, és akkor azt majd szolgatom nehezebb időszakokba. Én nagyjából ennyi ez a terem, egy kicsit többre számítottam, de ha már így itt vagyok, akkor van itt egy ilyen vizes tartály, és akkor töltsük meg a kulacsainkat, illetve lehet le is mosom magam eléggé. Koszos vagyok, nagy valami bajom legyen. Csináljunk egy olyat, hogy megtöltjük a kulacsunkat, a vizes palackunkat, és akkor gyorsan megmosakszunk itt a vizes tartálynál, ezt úgyse fogom elvinni. Úgyhogy lemossuk minden ruhánkat, illetve utána gyorsan magunkat is átmossuk. Egy fokkal jobban fogunk kinézni ezt követően. Még saját magunkat is megmossuk. És akkor így szép tiszták vagyunk most már. Az utóbbi napokban eléggé sok zombit gyepáltunk le, és kicsit koszos lett a ruhánk, és akkor menjünk vissza a kocsinkhoz, és hiába mostjuk le magunkat, szerintem újra össze fogjuk mocskolni magunkat, ugyanis itt a zombi úr úgy döntött, hogy békésen nem tudok visszaszállni a járgányba. Baltával, könnyűszerrel megütközünk velük, és akkor kellene még szereznünk egy olyan járgányt, amiben be tudnánk szállni négyen. Úgyhogy most, hogy megvan a fegyver, elkezdünk keresni valami olyan járgányt, amivel mind a hárman vissza tudnánk menni Maldróba. Még egy dolgot meg akartam nézni itt kíváncsiságból, hogyha be tudok szállni. Ajaj, közben a zombik itt nem hagynak békén. Ülések számát szerettem volna megnézni itt a furgonba. Ugye ugyanilyen fekete furgonunk van, és hogyha beszállok, igen, tehát van egy ilyen gomb, hogy ülésváltás, akkor lehet kettő ülés van a járgányban sajnos, és szerintem ugyanez a helyzet a piros csodajárgányunkkal is. Ha nyomunk egy ülésváltást, igen, kettő férőhelyes, tehát meggyőződtem róla még egyszer, hogy muszáj egy négy férőhelyes járgányt keresnünk. Nem, tehát, hogy nem erre fogjuk keresni, hanem megyünk a déli részre, mert itt elég sok zombi van, ahogy nézem. A csomagtartóban valami kaját érdemes lett volna még előrehozni, most éles a karakterünk ismét. Nem tudom, ott egy parkoló, megnézzük, hát hogyha parton van valami, csak nehogy beálljanak elém a zombik, már így is kapott eleget szegény autó. Ezt akarom elkerülni, hogy teljesen tropára vágjuk a járgányt. De ahogy nézem, ó, ott van egy hányférőhelyes. Ez olyan, mint a három ajtós lenne. Pont nem jó. Mindjárt kipattanunk, megnézzük, hogy ez hány férőhelyes ez a kocsi. De attól tartok, hogy az is kicsike. Nem, ez négy. Viszont ezzel az a baj, hogy szerintem ez túl kicsi ahhoz, hogy elhúzza ezt a nagy járgányt, mert valószínűleg ezt a piros kocsit fogjuk visszahúzni Maldróba. Úgyhogy keresünk tovább. Hát minél nagyobb csomagterű kéne, meg olyan, amelyik négy férőhelyes. Nem adjuk fel, keresünk tovább. A zombik közben lebontják a várost a maradékát. És itt jó lenne, hogyha átengednétek. Léci, köszönöm. Ne bántsátok a motort, Léci. Mi lenne, elmennénk erre? Erre még nem voltunk itt a
folyónak az irányába. Lehet, hogy rossz ötlet volt erre jönni. Itt van valami hotelszerűség, ezt nézzétek. Ez egész menén néz ki. Nincs valami parkolója ennek. Ott látható a folyó. És itt reménykedtem, hogy itt egy parkoló, de nyílt placnál nem parkoló van sajnos. Ja, illetve de, és ott van egy ilyen nagyobb furgon, ahogy nézem. Ezt nézzétek, kettő ilyen hosszúkás kocsi is. Na, az talán ez lenne a mi autónk, ez gyönyörű szépen néz ki, az is színű. Úgyhogy amit nekünk kellene csinálni, az most lábálni ezeket a zombikat. Úgyhogy megpróbálom megküzdeni velük. Gyorsan még így nem álltak össze egybe. Tehát ha reméljük a tegnapi edzéssorozat az nem áll ennek az útjába teljes mértékben. Ajaj. Uff, majdnem elkapott hátulra az egyik. Gyors hátranézés, jól mögöttünk nagyjából tiszta a terep. Remélem nem raktam ki a benzines kannát. Volt egy ilyen gondolatom, miatt elindultam. Jó, itt van a benzines kanna. Fú! Kületre megijedtem. Mondjuk így is lehetem mondhatni, tehát butaságon aggódtam, de megnézzük már ennek a kocsinek az állapotát. Tehát itt a zombik nagyjából megvannak, ahogy nézem. És ott egy kulcs a földön, lehet, hogy ez pont kapóra jön. Hát, hogyha jó lenne ez a járgányhoz. Úgyhogy azt felvesszük a kulcstartóra. Közben ezt a két zombit gyors elkapom még itt, hogy ne zavarjanak. Úgy néz ki, hogy csak az egyik agrózott szerencsére. Na és akkor nézzük meg ezt a járgányt, hát hogyha be tudnánk indítani. Sajnos nem jó a kulcs hozzá. Nincs itt még egy kulcs a földön. Nincs akkor a szerencsénk, attól tartok. Nyilván a sérült autóhoz jó a kulcs. De megnézzük az állapotát, hogy szóltok, hát hogyha szerencsénk lenne, és ha ide benézünk, akkor itt bizony négy férőhely van, gyors körben nézek, elvileg tiszta trep. Az üzemanyag az nem jó, nincs benne üzemanyag, viszont szerintem a motor is megsérült, ahogy nézem, mint hogyha piros jel lett volna a motornak. 38%-on van a motor. Hát jó, akkor egy maradunk a jó öreg üvegbetörésnél, és akkor elkötjük ezt a másikat, mert szerintem ez a kocsi ez jó állapotban van. De talán meg tudom nézni a motor resztetőt anélkül, hogy kinyitnám. Úgyhogy mindjárt felnyitjuk. És patika minden kiváló állapotban van, gyönyörű autó. Egyetlen egy szépség hibája lesz, hogy betörjük az ablakot. Jó, most ebben vagyunk. Na és akkor csinálunk egy olyat. Kinyitjuk az ajtót, közben nézem, hogy nem jön a zombi. Akkor zárjuk rövidre az autót. Aztán megpróbálom elindítani, hát hogyha még meg is lenne tankolva, az lenne a legkirályom. Na, elsőre sikerült beüzemelni, és voilà, még van benne üzemanyag is. Ennél jobb cucc nem is kell. Na most már csak azt kéne csinálni, hogy összekötjük ezeket a járgányokat. Meg közben remélem nem rohan le minket egy zombi horda. Jó, motor állj. Mindjárt összekötjük itt a gépeket. Csak itt a hivatlan vendégekkel elbánunk először. Hoppá, mik ezek a lövések? Volt egy sorozatlövés volt ráadásul. Egyre kellemetlenebb ez a Riverside, annyira nem tetszik. Na, csináljunk egy olyat, hogy összekötjük a két kocsit. Nézzünk valami kaját gyorsan. Csomagtartóba, aztán tipizünk. Chili konzerv, tökéletes. Nem tudom, hogy kilőtt, de lehet, hogy nem kellene megvárni, hogy kiderüljön. Illetve reméljük a zombik nem jönnek ebbe az irányba. Na és akkor... volt még nálam alma. Ezt gyors megeszem. Ezzel elindítjuk a járgányt, és jó, el tudjuk vontatni, ahogy nézem. Most csak az kellene, hogy nálják el az utamat a zombik. Már azért így két járgánynyal kicsit macerásabb az élet. Ugye nagyobb ívbe kellene forogni. És igen, ettől féltem, hogy ilyen csüpet csapat áll be elénk. Na gyors, átmegyünk rajtuk. Gyerünk. És akkor remélhetőleg tudunk észak irányba meglógni. Ezt a szép autót kicsináljuk. Jaj, neki nem menjen a az oszlopnak, vigyázni kell a vontatással, és akkor így szerintem szépen haza tudnánk buszozni majd gyökkettővel. Nem tudom, hogy a mekkora a férőhely ennek az autónak, ennek a szürkének. Ja, nagyon sok pont kijöttek az útra a zombik, elég kellemetlen. Lehet, hogy kerülök északi irányba, vagy hát, hogyha ott kicsit könnyebben tudnék manőverezni. Úgyhogy ahogy nézem, itt el tudunk sunyogni. Fullos a benzintankunk is, úgyhogy hogyha sikerülne hazavinni ezt a járgányt, mármint itt Riverside-nál, akkor van reményünk a holnapi napon most már tényleg lelépni innen. Illetve még holnapi nap egyetlen egy dolgot kellene csinálni, hogy a bevásárló központ maradékát ki kéne lootolni. Ezt még lehet, hogy gyalog megteszem, mielőtt majd visszakocsikázunk. Ajaj. Ez nem sokan múlott. Elakadtam a sárban, mi történt? Majdnem megharapott az, ami azért szálltam ki, mert ugye be van törve az ablak. Ez elég kellemetlen, lehet, hogy elakadtunk a sárba, mindjárt megpróbálom
kibányászni a járgány, nyilván a legnagyobb esélybe kellett, hogy ez történjen. Nézem, hogy mögöttem jönnek a zombik. Talán elbánok velük, de az a baj, hogy fáradt a karakterem. Gyerünk! A pár zombit már csak le tudjuk ütni. Mindjárt eltűnik a balta a kezembe is. Jó! Még kettő. Három. Jó, mögöttem nincs senki. Na gyere, mama. Hát csak te vagy, ahogy nézem. Hú, ez közel volt, de az a baj, hogy a motor hangja mindig vonza be a zombikat. Extrém fáradt lett a karakterünk is. Közben az eső nyilván egyre jobban szakad. Tehát, hogy ez a autó mentő akció annyira nem jól fog elsülni, mint ahogy szerettem volna, de most talán rendben vagyunk. Megpróbálom kijönni a sárból. Nem tudom, miért akadt el a járgány, mert most úgy néz ki, hogy sikerül tovább haladni. Ez elég közel volt. Lehet, hogy felakad az ilyen ajnövényzetbe a hátsó kocsi, úgy néz ki, hogy felakadna. És lassan visszakanyarodunk a bázisunk irányába. Na most az volt a probléma, hogy ez a túlélő ugye itt lövöldözött valahol a környéken, ami elég kellemetlen lehet még a számunkra, mert lehet, hogy ide vonzott a népeket. Nem, mindjárt kiderül. Légy színe, jó, ki tudjuk kerülni? Jó, kikerültük. Itt vagyunk, várjatok már. Gyors térkép check. Nem, még lejjebb vagyunk jóval. Még lejjebb vagyunk, itt kell majd fordulnunk elméletileg. Itt fordulunk lefelé. És most kéne az a rész, hogy ugye nincs itt zombi horda, mert hogyha lesz itt zombi horda, akkor rohadt nagy pekünk van. Hát, hogyha be tudnánk gurulni békébe, léci. Gyerünk, járgány. Ne hagyj cserben. Próbálunk manőverezni, és akkor ott van még mindig ez a... Itt lövöldöz az a mániákus. Nem ticózik, azért leküld mindenkit. Csak ide lefelé ne jöjjön, mert behúzza az összes zombit a világon. Jó, itt van a fekete járgányunk is. Ide beállunk szépen lassan. Jó, motor állj. Megnézzük, hogy megvan-e Debbie, illetve Johnny fiú. Remélhetőleg nincs semmi bajuk. És mai napon ennyi kaland elég is volt. Még itt beosonkodok, ott van egy zombi a túloldal, de ahogy nézem, nem vett észre. Jó, sikeresen visszatértünk. Kinézek meg gyors hátra, hogy nehogy valaki meg akarja enni őket. De így talán rendben leszünk, úgyhogy a holnapi napon már csak a bevásárló központ lenne, és akkor utána talán el tudnánk hagyni ezt a helyet. Úgyhogy ez egy elég sikeres nap volt. Készülnek a járgányok, és akkor nézzük meg, hogy túléljük-e a következő napot. Jó éjszakát!